A polgármester szerint akár előnyös is lehet a főiskolák összevonása. Ismét lehet külsős alpolgármestere Gyöngyösnek. Holnaptól látogatási tilalom van a gyöngyösi kórházban is. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Károly Róbert Főiskola végrehajtja a fenntartó döntését, ha az EGRI főiskolával közösen képzeli el az intézmény jövőjét. Az intézmény közleményében ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a főiskola szenátusa korábban a Debreceni Egyetemmel való fúzióról döntött, és ezt továbbította is az illetékes minisztérium felé. Az EGRI és a Gyöngyösi Főiskola összevonásának tervét a két térség országgyűlési képviselője ismertette tegnap Egerben. Nyitrai Zsolt EGRI és Horváth László gyöngyösi országgyűlési képviselő tegnap jelentette be, hogy a gyöngyösi és az EGRI főiskola összevonását kezdeményezték a fenntartónál, valamint hogy a két város kórházát is szorosabb együttműködésben képzelik el a jövőben. A két képviselő szerint a változtatások hatására javulna a betegellátás színvonala, a főiskolák összevonásával pedig a megye gazdasága is erősödhet. Megkerestük az érintett gyöngyösi intézmények vezetőit, hogy mit szólnak a bejelentéshez. A Károly Róbert főiskolán nyilatkozni egyelőre nem kívántak, de egy közleményt eljuttattak hozzánk. Ebben azt írják, az intézmény nyitott minden olyan együttműködésre, ami szakmai, gazdasági előnyökkel kecsegtet. Ugyanakkor arra is emlékeztetnek, a Károly Róbert Főiskola szenátusa tavaly úgy döntött, hogy a Debreceni Egyetemhez történő csatlakozás a legígéretesebb a főiskola jövője szempontjából, és a mindkét fél támogatását élvező csatlakozási szándékról az intézmények a fenntartó minisztériumot is tájékoztatták. A gyöngyösi főiskolán ugyanakkor készek végrehajtani a fenntartó döntését, zárul a közlemény. Hisz György polgármestert a tegnapi fogadóórában kérdeztük arról, mit szól a változásokhoz. A városvezető azt mondta, sok kérdést kell még tisztázni, de járhat előnyökkel az összevonás. Hozhat újat, hozhat jót. Ez megint a két főiskola. A országgyűlési képviselők, a két város vezetésének gondolom, hogy együttes megbeszélésén dőlhet el. Ettől azt is lehet remélni, hogy szorosabb kapcsolat lehet a városnak a főiskolával. Mi is harcba szállunk azért, hogy életbe maradjon, olyan szakok maradjanak, vagy jöjjenek új szakok, ami erősíthető. Hisz György a kórházak szorosabb együttműködésével kapcsolatban emlékeztetett, hogy arra korábban is volt már példa, így az most is indokolt lehet. Kerestük a Bugát Pál kórház főigazgatóját is, Weisz Péter azonban csak később kíván nyilatkozni, mivel a kórházak együttműködéséről csütörtökön egyeztetnek az intézmények vezetői Miskolcon. A témáról egyébként a Fidesz-KDNP ma kezdődő háromnapos kihelyezett frakcióülésén is szó lesz, ahol újabb döntések is várhatók az intézmények együttműködésével kapcsolatban. Ismét lehet külsős alpolgármestere Gyöngyösnek. Hisz György a keddi fogadórában azt mondta, a tárgyalások jelenlegi állása szerint a Jobbik frakció soraiból kerülnek egy alpolgármester, míg a Fidesz-KDNP külsős alpolgármestert adna a városnak. A polgármester nevekről egyelőre nem beszélt, de azt mondta, bízik benne, hogy a héten megegyezés születhet a kérdésben. Több mint három hónapja működik alpolgármester nélkül a gyöngyösi önkormányzat. A képviselőtestület négy alkalommal sem tudta megválasztani a polgármester helyettesét. Hisz György polgármester múlt csütörtökön Kévés Tamás jobbikos és Kis Tivadar fideszes frakcióvezetőt kérte fel, azonban Kis Tivadar ezt visszautasította, és így Kévés Tamás sem vállalta a feladatot. Hisz György tegnap stúdiónkban arról beszélt, a háttérben folyamatosan egyeztetnek a kérdésben, és már körvonalazódik a megállapodás. Ha lesz, akkor két alpolgármester lesz a városnak. Egy főt ad a Fidesz, egy főt ad a Jobbik, egy fő lenne a Jobbik részéről, aki testületi tag, és egy fő jelenlegi tárgyalásunk szerint a Fidesz részéről, aki kívülről jönne be, tehát külső tagként venne részt. Hisz György hozzátette, az alpolgármester választást leszámítva nincs komoly nézeteltérés a frakciók között, és ezt az is bizonyítja, hogy a költségvetést első olvasatban nagy többséggel fogadta el a testület múlt csütörtökön. A neheze azonban még csak most jön. A polgármester azt mondta, többször is egyeztet még a frakcióvezetőkkel a 170 milliós hiányt tartalmazó költségvetés második fordulós tárgyalása előtt. Arra kérem őket is, leülök a frakcióvezetőkkel 9-én is, 16-án is, hogy próbálják a 170 milliót csökkenteni, mérsékelni, eltüntetni.
úgy, hogy közben kívánságaik is vannak, tehát itt valamit ki kell húzni, el kell hagyni, ha újat akarunk betenni, akár gyökeresen megváltozhat, átalakulhat a költségvetés. A múlt csütörtökön első fordulóban elfogadott büdzsét az önkormányzat honlapján közzétette, február 12-én pedig közmeghallgatást tart a költségvetésről, majd február 26-án a második fordulós tárgyalás következik. Holnaptól látogatási tilalmat rendeltek el a Gyöngyösi Bugárpál kórházban az influenza járvány miatt. Az intézkedést a betegek védelme érdekében rendelte el a kórház vezetése a szaporodó influenza-szerű megbetegedések miatt. A tájékoztató táblákat már kihelyezték a kórház bejáratánál és az osztályok ajtóira. Az influenza-szerű megbetegedések rohamos emelkedése miatt a kórház vezetése úgy döntött, hogy holnaptól látogatási tilalmat rendelnek el. Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint a negyedik hét végére, vagyis 2015. januárjában a lakosság 0,5%-a előfordult házi orvosnál, illetve a kórházakban influenza-szerű megbetegedések miatt. Azon kívül az egész országot illetően a influenza küszöböt elérte ezek a megbetegedéseknek a száma. A betegek száma egy hét alatt megnégyszereződött, mondja az orvosigazgató. Megyénkben a negyedik héten 100 000 lakosra még 130 beteg jutott, mára ez a szám átlépte a járványküszöböt a 150-et. A látogatási tilalom holnaptól a kórház összes osztályát érinti. Megkérjük, hogy mind a betegeink, mind a látogatókat, hogy tartsák be ezeket az intézkedéseket, mivel most bármelyik osztályt, vagy bármelyik ellátóegységet hoznánk példának, ott veszélyeztetnék a betegeket. Egyébként, aki itt van a kórházban, ez egy beteg, legyengült immunrendszerű. Ha behozzuk neki egy vírusfertőzés, ez semmiképpen nem segíti a gyógyulását. A tilalom idején a betegeket is megkérik, hogy ne menjenek ki az osztályról a társalgókba. A látogatók által behozott csomagokat, váltás pizsomát vagy tisztálkodó szereket a nővérek a lezárt osztály ajtajában átveszik és eljuttatják a betegeknek. A látogatási tilalom időtartamát a járvány intenzitásától teszik függővé. Az országos akcióhoz csatlakozva Gyöngyösön is megkezdte aláírásgyűjtését a vasárnapi zárvatartás ellen a Demokratikus Koalíció. Városunkban több alkalommal is terveznek kitelepüléseket, és igyekeznek a lehető legtöbb emberhez eljutatni üzenetüket, miszerint népszavazást sürgetnének a boltok vasárnapi nyitvatartásával kapcsolatban. Kortól és nemtől függetlenül szép számmal érkeztek a Demokratikus Koalíció standjához, ahol a boltok vasárnapi nyitvatartásáért gyűjtöttek aláírást. A képviselők Gyöngyösön több napon át és több helyszínen várják azokat, akik egyetértenének a népszavazás kiírásával. A DK-sok egyébként nem csak városunkban, hanem országszerte megkezdték az aláírások gyűjtését. A boltok vasárnapi zárvatartása a DK szerint rengeteg hátránnyal járna. Gazdaságilag is hátránnyal fog járni, a másik pedig munkahelyek fognak megszűnni ebben, és nem csak a kereskedelemben dolgozóknak a munkahelye fog megszűnni, hanem azoknak a termelőknek a munkahelye is, meg beszállítóknak a munkahelye is, akik ezekben az áruházláncokba hozzák a termékeket. Már az aláírásgyűjtés első állomásán is szép számmal érkeztek szimpatizánsok. Szilveszter Péterné azt mondja, a közvélemény nem ért egyet a kormány terveivel. Kritikát olyat nem kaptunk, hogy nem értenek vele egyet. Van, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, de a legtöbbje az aláírja, tehát támogatja a kezdeményezésünket. Az általunk megkérdezettek többsége ellenzi a vasárnapi zárvatartást. Teljesen ellenzem, mert hogy mondjam maguknak, hát sok ember a túlórából is sok pénzt szerez. Mind döntsük már, hogy nyitva legyen-e vagy ne legyen. Nem más döntsön már felettünk. Ez a hölgy viszont azt mondja, mindenkinek jár a vasárnapi pihenő, még a bolti dolgozóknak is. Ő hétköznap pedig meg tudja oldani a bevásárlást. Én általában pénteken, csütörtök pénteken szoktam bevásárolni, de vasárnap sok. A DK tervei szerint több mint 10 alkalommal fognak aláírást gyűjteni a városban. Gyöngyösen is lesz ebösszeírás. A tulajdonosoknak 2 hónapjuk lesz bejelenteni 4 hónaposnál idősebb kutyájukat, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, minimum 30 000 forint pénzbírságra is számíthatnak.
Ezt az adatlapot kell majd beszerezniük, kitölteniük és leadniuk a gyöngyösi kutyatartóknak. Az állatvédelmi törvénynek eleget téve az önkormányzat február 15-től Gyöngyösön is ebb összeírást hirdetett meg. Február 15-e és április 15-e között, tehát 2 hónap áll rendelkezésre az ebb tulajdonosoknak arra, hogy megtegyék a bejelentést. Az adatlap elérhető az önkormányzat honlapján, illetve az ügyfélszolgálati irodában, tehát a főtér 13 alatt lehet hozzájutni. Az adatlap emellett az állatorvosi rendelőkben is beszerezhető. Az ebb összeírás nem jelenti automatikusan azt, hogy a település a jövőben ebb adót fog kivetni a kutyatartókra. Az összeírás elsődleges célja a városban tartott kutyák nyilvántartása. Az adattartalma ennek az adatlapnak a törvény által rögzített. Tehát igazából az app tartó vagy app tulajdonos neve, címe, elérhetősége, illetve a kutyára vonatkozó olyan adatok, amelyek gyakorlatilag az állatorvos nyilvántartásában bizonyos szintig szerepel, vagy az állatkiskönyvében szerepel, hiszen ugye a chip számát kérjük, az utolsó védőoltás, veszettség elleni védőoltás számát kérjük. Bár az önkormányzatok célja elsősorban nem a büntetés, az ebb összeíró adatlap leadásának elmulasztását minimum 30 ezer forint állatvédelmi bírsággal szankcionálhatják. A Gyöngyösi Energia SC futszálosai jól folytatták a tavaszi szezonnak számító mérkőzés sorozatot. A fővárosból érkező Reac ellen már az első félidőben 4-2 arányban vezettek, majd kicsit szorosabb 20 perc után 7-6 arányú győzelmet arattak. A csapatban új játékosként szerepelt Fekete Viktor, aki számára nem volt idegen egy gyöngyösi környezet. A csapat 80%-át ismerem, mondhatom ezt. A csarnok ismerős, a közeg ismerős, tehát nagyon sok barátom van, nagyon sok minden köt ide. Azért ugye tudod azt is, hogy egy egészen határozott cél is lehet akár megnyerni ezt a bajnokságot. Hogy gondolod, hozzá tudsz-e járulni és segíteni tudod a csapatot ebben? Igen, követem egyébként, tehát folyamatosan téma az öltözőben is nálunk, amikor edzések vannak, hogy szerepel a Gyöngyös. Örülök neki, hogy az első hely és a feljutás a cél. Én nagyon remélem, hogy segíteni fogok, hát én úgy gondolom, hogy tudok majd segíteni a későbbiekben, és nyilván szeretnék bajnokságot nyerni én is a Gyöngyössel. Berkes László edző örömmel fogadta az új játékos érkezését, egyben elmondta, a bajnoki cím megnyerésében biztosan segítséget jelent majd Fekete Viktor jelenléte. Én úgy gondolom, hogy a kellő rutinja megvan neki ahhoz, hogy be tudja lépni, tudjon csatlakozni a mi játékunkhoz. Azért hasonló játékot játszunk, ugye nagyon sok helyen együtt focizok Viktorral, tehát a standfoci válogatottban is egy hasonló felfogásban játszunk, úgyhogy a taktikai részével abszolút nem lesz gond, ismeri a posztot, tudja, hogy mit kell játszani, ugye azon a területen. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma a beilleszkedéssel. Abszolút nincsen annyira begyakorolt játékrendszerünk, tehát van egy játékfelfogásunk, amiben elég sok minden belefér, és úgy gondolom a játékosoknak a kreativitása, illetve azért a gyorssága, illetve ugye ez a fiatal, dinamikus játéka, ez általában azért kiterjedt több játékstílusra is, és úgy gondolom, hogy Viktor abszolút beleillik ebbe a képbe. Az energiások győzelmükkel tovább erősítették pozíciójukat a tabella élén. A Berkes legénység 41 ponttal áll az első helyen, mögöttük 2 40 pontos csapat, a Nyírlugos és a Kincsem lovas parkál. A magánszemélyek legkésőbb február 16-áig választhatják a Nemzeti Adó és Vámhivatal közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallást, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az egyszerűsített bevallást a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján készíti, és legkésőbb 2015. április 30-áig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Nem választhatják ezt a bevallási módot például az őstermelők vagy az egyéni vállalkozók. Emelte bruttó 2-2 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 327 forintra, a gázolajé 346 forintra nőtt. Péntektől újabb emelésre kell majd számítani a kutakon. 7 forinttal drágul a benzin és 6-tal a gázolaj. Most pedig nézzük, hogy álltak a budapesti értéktőzsde főbb részvényei délután 5 órakor. A Magyar Telekom 365,
a MOL 11.850, az OTP 3.876, a Richter 3.890, a TVK 4.950 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 17.397 ponton állt, ami a legutóbbi értékéhez képest 139 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. A polgármester szerint akár előnyös is lehet a főiskolák összevonása. Ismét lehet külsős alpolgármester egy Gyöngyösnek. Holnaptól látogatási tilalom van a gyöngyösi kórházban is. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták szerdán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét, a viszontlátásra! Okay.